Most kínáltak meg éppen mivel? Mit kaptam? Sajóvámos és soroslaska, amit szilvalekvárral fogyasztanak nálunk odahaza. Ez egy ilyen kis kockákra vágott tészta. Igen, igen. Ez egy helyi különlegesség? Ez egy helyi különlegesség. Olaj, liszt, só, víz van a tésztájában. És egyébként a sajóvámosiak mit hoztak még? Zöldségféléket hoztunk, zsáját. Szőlőt, paradicsomot látok? Paradicsomot, igen, valamint konzerv, tehát ilyen berakott paradicsomlé, lecsó, cékla. Feltételezem, hogy ez is az önmaguk által megtermelt dolgok. Igen, ez mind a közmunkások termelték, és ők segítettek a befőzésben. Egy bemutatkozást hagy kérjek. Körtiés Gyuláné vagyok, és a Sajóvámosi Önkormányzatnál dolgozom. Miklós Árpádné oktató intézővel beszélgetünk, sajósenyéről érkeztek, és éppen egy kekszel szeretne megkínálni. Ebben az évben kapcsolódtunk be ehhez a nagyszerű programhoz. Én, mint nyugdíjas pedagógus, nagy örömmel veszem ezt a kezdeményezést, és én is nagyon sokat tanulok, és úgy érzem, hogy ez a jövőnk, hogy vegyszermentes gazdálkodásba kezdjen mindenki, és ízlelje meg azokat az ízeket, amiket vegyszer termesztünk. És sajósenyén hány ember dolgozik ebben a programban? Hát ez egy közösségi kert, elsősorban közmunkások, akik rendszeresen bejárnak és végzik, egy 600 négyzetméteres területen dolgozunk, de nagyobb alkalmakkor egy közösségformáló erőt is tartunk ennek, amikor gyomlálásnál, kapálásnál egy kaláka, egy jó csapat összegyűlik jó hangulatban, egymásnak tanácsokat adva. Szilvalekvár, paradicsomlekvár, paradicsomlekvár, jól látom, savanyús bazsalikom, tehát sok-sok minden már feldolgozva árusítanak. Igen, 100 családi ház van Sajósenyén, egy kis település Miskolcról 15 kilométerre. Először egy gyógynövénykertet alakítottunk ki, van egy biológusunk, középiskolai tanárnő Taskó Márta, ő készítette el a tervrajzot nekünk, mi ezt beültettük, és utána sikerült májusban bekapcsolódnunk ebbe a nagyszerű programba nekünk, és már ott voltak ezek a gyógynövények, és folyamatosan szedjük, szárítjuk, illetve konzerváljuk, hogy télen is lehessen belőle táplálkozni. Kollár Miklós Sajókereszt úr polgármestere, 8 település összefogásával valósult meg egy program, amely a foglalkoztatás bővítését segíti. Milyen programról beszélünk? Tavalyi évben kaptam meghívást Sajókereszt úr település polgármesterasszonyától. Abban a milliőben raktuk össze egy lehetséges települési hálózatnak a megvalósítását, ami a biogazdálkodásról és a mezőgazdasági munkák elősegítéséről szól. 8 település jelentkezett a programban részvétele, így lett a fantázia nevünk a Sajóhelyő, fő a közös lecsó. Volt már lecsó fesztivál, a 8 településnek az első pro lecsó piacát tartjuk meg itt Sajókeresztúrban, ami azt jelenti, hogy a 8 településen megtermelt javaknak az értékesítése, csereberéje fog a mai napon megtörténni. Kasai Melinda, a Pillangófejlesztések civil szervezet vezetője, és hát ennek a rendezvénynek is egyik koordinátora. Hogyan indult ez a kezdeményezés? 14-ben Helyőkeresztúron indult egy egytelepüléses pro lecsó program, aminek a lényege a kisléptékű vegyszermentes mezőgazdálkodás, hogy a település fejlesztésének ez egy központi eleme legyen, és először egy közös szándék fogalmazódott meg a 8 részvevő 8 település vezetői részéről, és aztán utána ehhez kerestük meg közösen a pályázati forrást. Fantasztikus, tehát az egész munka áprilisban kezdődött, 2 hónappal ezelőtt határoztuk el, hogy akkor legyen egy piac, ahol mind a 8 település meg tudja mutatni, hogy mire jutottak. Egyrészt a nyers zöldségek, másrészt mindenféle feldolgozások is készültek. Azt kell mondanom, hogy fantasztikus